Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tanyákat és autókat törtek fel. Órák alatt elkapták a két fiatal bűnözőt. Támadásban az iszap és a hínár. Saját hínárvágógépet szerzett betolna a kellemetlen növény eltüntetésére. A jövő a tanulás tanításáé. Új elvárásokat támaszt a gazdaság a szakképzés elé. Középpontban az elfeledett tésztafélék. Ötödször rendeztek nudeltágot Kisdorogon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szekszárdi tanyákat és autókat tört fel két fiatal helyi férfi. Egyetlen éjszaka alatt két ingatlanba jutottak be, és öt autót törtek fel. A rendőrök alig 24 óra alatt elkapták őket. Most több év börtön várhat rájuk. Az egyik itteni tanya tulajdonosa értesítette a rendőröket, miután hajnalban észrevette, hogy betörtek hozzá. A 10 és 20 éves tolvajok mezőgazdasági gépeket vittek magukkal. A rendőrök a hívás után azonnal el is kezdték keresni a betörőket, 24 órára sem volt szükségük, hogy elfogják a két fiatalt, akiket meg is gyanúsítottak. A kihallgatás során viszont olyat árultak el, ami még a rendőröket is meglepte. A férfi gyanúsítottként a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését, és elmondta azt is, hogy a használati tárgyakat eladta. A tanyákat és autókat feltörő bűnözők Szekszárd különböző részein követték el a bűncselekményeket. Valószínűleg így akarták elkerülni, hogy a rendőrök rájöjjenek, hogy az összes eset mögött ők ketten állnak. A betörésekkel és az autók feltöréseivel jelentős anyagi kárt okoztak, és csak néhány 10 000 forint értékű zsákmányra tettek szert. A használati tárgyak lefoglalása megtörtént, és azokat a tulajdonosának a napokban visszaadták. A két férfi tetteiket akár több évre is börtönbe kerülhet. Országos hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A legmagasabb szintű harmadfokú riasztás szerda 0 órától vasárnap éjfélig van érvényben. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Figyelmeztetett továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Évek óta küzdenek a hínárral a Tolnai Hold Dunán. Idén már a városhoz tartozó 8 kilométeres szakasz felét egybefüggő hínárréteg borította, ami miatt a kajakosok nem tudták használni a vízfelületet, továbbá a holtág jövőjét is veszélyezteti a növénnyel vízbe kerülő szerves anyag. A város vezetése úgy döntött, beszerez egy saját hínárvágógépet, amivel két hét alatt több mint 16 hektár területen vágták ki a kellemetlen vízi növényt. A holtágnál az iszaposodás is gondot jelent, ám azzal segítség nélkül nem tud megbirkózni a település. Hatalmas területet borít hínár a Tolnai Hold Dunán. A helyiek azt mondják, évek óta okoz ez bosszúságot. Idén már a városhoz tartozó 8 kilométeres szakasz felét egybefüggő hínár réteg borította, ami miatt a kajakosok nem tudták használni a vízfelületet, továbbá a holtág jövőjét is veszélyeztette a növénnyel vízbe kerülő szerves anyag. A város vezetése úgy döntött, vásárol egy saját hínárvágógépet. A 1,5 millió forintba kerülő eszközzel az Altaripa szabadidő park alatti területet és a Kajakkenu Egyesület által használt pályaszakaszt tisztították meg még a növény virágzása előtt. Ezelőtt egy-két héttel, három héttel tudtuk elkezdeni a hínárvágást, hát gyakorlatilag egy 6 munkanap alatt körülbelül számításaink, satszolásunk szerint egy 16 hektárt sikerült megtisztítani a hínártól. A hínárvágógép 170 cm mélyre képes lehatolni és kivágni a vízinövényt. A munkát irányító Klein Antal azt valószínűsíti, idén ezen a szakaszon már nem okoz problémát a hínár, mert még időben megtették a szükséges intézkedéseket. Még virágzás előtt sikerült elcsípni a hínárvágással. Ez azért jelentős, mert a virágzás után a hínár magját visszaszórja a vízbe, és ezáltal ősburjázás indul meg.
A biztonság kedvéért hetente ellenőrzik az érintett területet, és amikor szükséges, akkor kivágják a kellemetlen vízinövényt. A városvezetés úgy tervezi, évente 2-3 alkalommal megismétlik a 16 hektár terület megtisztítását. Az a céljuk, hogy minél mélyebben, minél kisebb állapotba vágják ki a hínár, így kevesebb szerves anyag kerül a vízbe. Legalább 30%-kal drágultak egy év alatt a lakásfelújítások a munkaerőhiány miatt, írja a Világgazdaság. A lapnak Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a helyzet mostanra kritikussá vált. A hosszú alvállalkozói láncok miatt a megrendelők sokszor azt sem tudják, hogy ki végzi el a munkát, és a minőségi viták is mindennaposak. A minőségi kivitelezőkre pedig várni kell, akár éveket is. A munkaerőhiány mellett az alapanyagok rendkívüli drágulása is megdobja a lakásfelújítási árakat. Ács Erzsébet szerint pedig kis munkákra, például egy fürdőszoba felújítására már szinte egyáltalán nem lehet vállalkozót találni. Közösségfejlesztés és leszakadt társadalmi rétegek felzárkóztatása. Ez a célja annak a pályázatnak, amin a Tolnai Önkormányzat közel 250 millió forintot nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból. Nagy segítség ez Tolnának és a projektben résztvevő 4 másik településnek, hiszen ebből a forrásból tudják finanszírozni a városi programokat is. A 2020. januárjáig mentorokkal, képzésekkel, egyéni fejlesztési terv kidolgozásával segítik azokat, akik nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Tudjuk, hogy van egy réteg, akiket borzasztóan nehéz visszavezetni a munka világába, na ezeket segíti ez a program. Tehát ez a 3 mentor itt, de a településekre is folyamatosan járva, azokat az embereket, akik még mindig nem tudtak, és vagy nagyon nehezen tudnak visszamenni a munka világába, ezekre egyéni fejlesztési tervet készítve próbáljuk lépésről lépésre segíteni, ahhoz, hogy ők is hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett a motortere egy autónak kedden kora este az M6-os autópálya szedresi lehajtója közelében. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel vonultak, és egy vízsugárral oltották el a tüzet. Rendőrségi helikopter, egy régi Lada járőrautó és fegyverbemutató. Néhány a legnépszerűbb látványosságok közül, amik a rendőrség Pünkösd Égi Túra nevű családi napján várták az érdeklődőket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai 4. alkalommal rendezték meg a programokat az Őcsényi repülőtéren. Indul! Népszerű volt a rendőrség biztonsági övszimulátora, csak úgy, mint a motorjaik, a rendőrhelikopterről pedig nem is beszélve, de tűzoltóautók és katonai bemutatók is várták az Őcsényi repülőtérre érkezőket. Családdal jöttünk, 5-en, körülnézünk, érdekel végül is minden, tűzoltóság, rendőrség, hagyományőrzés, repülés, ezért jöttünk. Igazi veterán és különleges ritkán látott rendőrségi járműveket hoztak a Budapestről érkezett hagyományőrző rendőrszázad tagjai, és a nem mindennapi egyenruháikról is sokan érdeklődtek. Hoztunk mindenféle korú járőrautókat, hozzájuk illő mindenféle korú egyenruhát. Jó magam 1941-es egyenruhát viselek, ezt a közlekedési rendőrök viselték, de vannak kollégáim szintén hasonló egyenruhában, szép zsinórzattal az 1909-es, a boldog békeidők egyenruhája, amit ők viselnek. A Pünkösdi Égi Túra nevű közlekedésbiztonsági napot 4. alkalommal szervezték meg a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A családi napra évről évre egyre többen látogatnak ki. A rendőrség szóvivője szerint a kötetlen bemutatók és programok azért különösen népszerűek, mert ilyenkor akárki megtapasztalhatja, hogy az egyenruhában dolgozók is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nagyon fontos, hogy rendőrség munkatársai is emberek, ők is közeledni szeretnének az állampolgárokhoz, és bemutatni azt, hogy mindennapjaikban hogyan élnek, milyen munkájuk van, milyen feladataik vannak. A rendőrség családi napjának programját este Groovehouse koncert zárta. A szekszárdi szakképzési centrum tagintézményeiben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanárokat köszöntötték pedagógus nap alkalmával. Dömötör Csaba, az intézmény kancellárja, az elismerés mellett azt mondta, változóban vannak az elvárások, melyeket a gazdaság az oktatás elé támaszt. Összesen 63-an részesültek elismerésben, és közülük 6-an a minisztérium pedagógus szolgálati emlékérmét vehették át. Márkus György 39 évi szolgálat elismeréseként kapta meg a díjat. Egy tanárnak ki kell vívni a tekintét, az nem csak úgy jön, hanem ezt a gyerekeknek meg kell adnia, és ez vice versa érvényes.
Tehát az a tanár, aki megadja a gyereknek is a tiszteletet, és együttműködik a gyerekkel, az úgy gondolom, hogy viszont is megkapja a diáktól azt a fajta tiszteletet, ami a pedagógus létnek, a pedagógus pályának az alapja. Ünnepi beszédében Dömötör Csaba, a Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, kifejezetten fontos, hogy mindenki a munkájában megbecsültnek érezze magát, és ez különösen igaz a pedagógiai pályán. Dömötör Csaba azt mondta, új oktatási elvek mentén kell majd tanítani a jövőben. Megváltozott a világ körülöttünk, felgyorsult, nagyon sok impulzus, nagyon sok információ éri a fiatalokat. Ehhez a pedagógusoknak alkalmazkodni kell. Nyilván alkalmazkodni kell amiatt is, mert ma olyan tudásra készítünk, vagy kell felkészíteni, aminek még nem látjuk a végét. Nem látjuk azt, hogy néhány éven belül milyen új szakmák jelennek meg. Nem látjuk azt, hogy hogyan változik a világ. Látjuk a negyedik ipari forradalomnak a hatását, hogy drasztikus, gyors változások történnek. Erre kell felkészítsük a fiatalokat. A jövő a tanulás tanításáé és nem a tudás átadásáé, mondta Dömötör Csaba, ami a gondolkodásmód és a pedagógiai módszerek átalakulását is jelenti. Ötödik alkalommal rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nudeltágot. A környező települések lakosságát is megmozgató rendezvény célja a hagyományos, már elfeledett tésztafélék ízének és elkészítésük módjának felelevenítése. Számos jó sikerült, a falut azonnét elszármazottakat is megmozgató rendezvény után a kisdorogiak is 5 évvel ezelőtt kitaláltak maguknak egy olyat, ami a gasztronómián keresztül mozgatja meg, hozza össze a helyieket. Ez lett a Nudeltág, a Nudelnap, pontosabban a Nudelfesztivál, amely házi készítésű tésztaételeket helyez reflektorfénybe, megspékelve mindezt a helyi kultúrával. Falun nagyon egyszerűen ételt készíteni, mert ha a nudlihoz, ami finomság van a hegyben és a kertekben, azt mind beletettük. És aztán még a fiúk felmentek a kamarába, és hoztak le szalonnát is, és belevágtuk azt is. Egy nagyon finom ételről van szó, ami olcsón előállítható. Elvégre víz, só, cukor, tojás minden háztartásban kell, hogy legyen. Pénztárca kimélő, igen, mert nem drága az alapanyag, amit tehát megtermeltek, meg most mai napig is meg lehet még termelni otthon. Miközben kóstolásra várakoztak, az egyéb házi készítésű különleges tésztafélék, többek között a sütemények, torták is, Pünkösthöz méltó német nemzetiségű folklor műsor zajlott a sátras nagyszínpadon. A kisdorogiak, a teveliek, az egyházas kozáriak mellett új fellépők voltak a hajósról érkező fúvósok és táncosok. A hajósi ének és tánccsoportot is meghívtuk, igyekszünk átnyúlni a megyénken túl is, ilyen jó kapcsolatokkal. És maradunk a rendezvényeknél. Gerjenben ugyanis 11. alkalommal rendezték meg a Dunarok találkozót, ahol a hagyományokhoz hűen motorok, trabantok is érkeztek, de a 3 napos rendezvényen idén is a rockzenéjé volt a főszerep. Motoroktól volt hangos Gerjen az elmúlt héten. Hagyományaikhoz hűen idén is nagy sikerrel szervezték meg a Dunarok találkozót, amelyen a szervezők célja pont ugyanaz volt, mint az elmúlt években. Nem kellett változtatni semmit, hisz bejáratott buli már. Koncepció az, hogy jó idő legyen, az a koncepció, hogy sok ember ide látogasson, illetve olyan zenekarokat tudjunk palettára tenni, akik tényleg az országban mindenhol ismertek, és hogy minél több vendéget tudnak hozni. Meg egyáltalán a buli a lényeg, tehát hogy jó legyen itt mindenkinek, jól érezze magát. A fesztiválozókat 2 színpadon is koncertek sora várta, számos hazai rock együttessel. Fellépett például a Rhodes zenekar, a fiatal feltörekvő banda a Matfield, a Reckless Roses pedig a Guns N' Roses hangulatát idézte meg. A fesztivál csúcspontja a szombatesti tankcsapda koncert volt, amelyre megtelt a rendezvénytér. A találkozó során Trabant Wartburg bemutató volt, napközben a crosspályát használók verték fel az út porát, de a driftelő autók hangja is jelezte a programok változatosságát. A több napra sátrakkal érkezőket zuhanyzó mosdó és büfé várta. A körülmények adottak voltak, hogy jó hangulatban töltsék el idejüket a rockzene rajongói.
Gerjen számára a Dunarok találkozó legnagyobb rendezvényük. Nagyon fontos abból a szempontból, hogy ez egyfajta társadalmi kohéziót biztosít a településem. Az identitás tudatunkat erősíti, hogy mégis meg tudunk rendezni, meg tudnak a szervezők rendezni, és a település el tud bírni egy ilyen típusú rendezvényt, úgyhogy én ennek nagyon örülök. A fesztiválon átlagosan 3000 fő vesz részt, ami a közel 1200 lélekszámú Gerjen számára igazán szép szám. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Családokat és baráti társaságokat vártak. Nyílt nap a Lafarge Bükkösdi kőbányájában. Mesék, előadások, habparti. Gyereknapot rendeztek Magyarbolyban. Bükkösd az Ormánságban. Régi néphagyományt elevenítettek Felsejjén. Munkagépek, kőfejtés, idegenvezetés. Idén is megrendezte a Lafarge királyegyházi cementgyára bányai nyílt napját. A Bükkösdi kőbányába ezúttal két időpontban várják a látogatókat. Június elején elsőként a családok és baráti társaságok ismerkedhettek meg a munkafolyamatokkal. Erre az alkalomra több mint 100 látogató érkezett. A következő program során iskolás csoportokat várnak a vállalat munkatársai június 12-én. A bányai nyílt napot immár hagyományosan minden évben megrendezi a Lafarge királyegyházi cementgyára. Az idegenvezetés során az érdeklődők a Bükkösdi kőbánya szinte teljes területét bejárhatják, miközben megismerhetik a kitermelés folyamatát. Idén is az iskolai szezon végére szervezték a programot, újdonság azonban, hogy ezúttal két időpontban várják a látogatókat a vállalat munkatársai. A mai nap folyamán inkább a családokat várjuk, a baráti társaságokat. A jelentkezők között egyébként 2 évestől egészen 70 éves korig előfordulnak, akik itt ma a bányában, a 3 csoportban megismerhetik a technológiát, és tulajdonképpen ami nagy örvendetesség a mi számunkra, hogy a tavalyi évhez képest majdnem megkétszereződött a létszám, hiszen csak a mai napon több mint 100-an fordulnak meg a bányába. Köztük több kisgyermek is. A kicsik körében osztatlan sikert arattak például a hatalmas munkagépek. A járműveket működés közben is megfigyelhették, szüleikkel, kísérőikkel pedig még a vezetőfülkébe is beülhettek. A következő időpont június 12-e, ekkor az iskolás csoportokat várják a kőfejtőbe. Nekik szintén a Bükkösdi kőbánya dolgozói tartanak idegenvezetést, így megismerhetik az ott zajló munkafolyamatokat. Mesével, színi előadással, de még habpartival is készültek a gyereknap szervezői Magyarbolyban. A baranyai településen az óvodások és iskolások külön programokon is részt vehettek, a mesék és mesehősök világ azonban közös elem. A rendezvény célja, hogy kicsiket és nagyokat egyaránt kimozdítsanak a számítógép elől. Nem vagyok okos! Buta vagyok, azt akarod mondani! Előadással készültek a kicsiknek a Magyar Bói Művelődési Házban. A baranyai településen ugyanis gyermeknapot szerveztek. Itt kicsik és nagyok megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot. A rendezvényen külön programokat szerveztek az óvodásoknak és iskolásoknak. A nagyoknál egy kiszabadítós, tehát egy olyan történet volt, hogy a gonosz varázsló elvarázsolta a mesősöket, plüssfigurákká változtatta őket, és a gyerekeknek különböző meseállomásokon kellett végigmenniük, ott különböző tárgyakat kellett megszerezniük, hogy végén itt az IKST-ben felszabaduljanak a mesehősök. Az oldásoknak az iskola területén egy zártabb területen volt egy hasonló tematikai történet, hogy ott is a mesehősök elevenedtek meg, az elvarázsolt kastély, és a végén náluk is happy end lett, mert a meseszereplők meglátogatták és megjutalmazták őket. A nagy melegben hűsítő programmal is készültek a szervezők. Az előadás után az iskola melletti udvaron egy tűzoltóautó fogadta a kicsiket és nagyokat. A katasztrófavédelem munkatársai vízsugárral locsolták a gyerekeket, akik meglepetésként egy rögtönzött habpartin is részt vehettek. A szervezők szerint fontos, hogy ilyen programokat szervezzenek, mikor a fiatalok nem otthon, a 4 fal között ülnek a számítógép előtt, hiszen a mesék és a közös játék még jobban összekovácsolja a közösséget. Ormánsági gyermekjátékokat és dalokat adtak elő a sejjei óvodások és iskolások a Pünkösdőlő Fesztiválon Sejjén. Az ünnepen fellépett a helyi nyugdíjas egyesület aranyőz dalköre is, de a legjellegzetesebb pünkösdi népszokást, az ügyességpróvával egybekötött királyválasztást is megtartották.
Az óvodásoktól az általános iskolásokon át a szépkorúakig szerepeltek a hagyományőrző néptánc csoportok és dalkörök Selyén, az ormánsági pünkösdölőn. A néphagyományban a lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont hajukba szalagot kötöttek, de a férfiak is felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. A selyei általános iskolások örömmel készültek a műsorra. A pünkösdi játékok népszokásokkal, és fogjuk énekelni az Éva szívemet. A református fenntartású selyei tanoda célja, hogy a településen élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és tovább tanulását segítse. A pünkösdi ünnepségre a tanodából is érkeztek. A tanoda az úgy működik, hogy délután 2-től 6-ig vannak a gyerekek, 31 tanulónk van, heti 2 alkalommal jönnek, egy alkalommal olyan 11-12 tanuló van. Hát nagyon komoly tehetségfejlesztés van, és hát nagyon sokat segítünk az iskolai tanulmányokhoz, tehát házi feladatok írása és ilyen egyéb dolgok. Sok alkalommal szerepelünk egyébként a városban is. Anyák napján is mind a két idősek otthonában voltunk, pont ezek a gyerekek is, akiknek fogom a kezüket, és ezt nagyon nagy lelkesedéssel és szívesen teszik. Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, de a pünkösdi királyválasztás teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Szeretnénk visszahozni ezt a hagyományt itt az ormánságba is, eddig ilyesmit itt nem csináltak. Egy játékformát találtunk az interneten, ami nagyon megtetszett, úgyhogy bubucnak hívják azt hiszem ezt az eszközt, és azzal fognak megharcolni egymással. Le kell a farönkről vagy a padról lökni egy kicsit a másikat, és mindig az jut tovább, aki győztes lesz abba a párharcban, és akkor a végén így megtaláljuk a pünkösdi királyt, a legerősebb és a legügyesebb. A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. A királyhatalma néhol egy napig, máshol egy évig tartott. A cím büszke viselője Selyén a nap hátralévő részében ingyen ehetett és ihatott az ünnepségen. Ismét motorbőgéstől volt hangos Somogybabod, ahol immár 33. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Offroad Fesztivált. Sárdagonyázás, autós falmászó futam, kvadverseny, de a saját építésű autók is bemutatkozhatnak a 4 napos programon. Több mint 1300 hobbi és profi offroad versenyző állt rajthoz, hogy gyorsaságát és rátermettségét bizonyítsa. Az izgalmas versenyeken a terepjáró sport hazai és európai kiválóságainak is drukkolhattak az érdeklődők. Kvaddal és terepjáróval is nekivágtak a versenyzők a 2 méteres sártengernek Somogybabodon. A Dagonya az egyik legkedveltebb pálya a Nemzetközi Offroad Fesztiválon. Domonkos Gábor Szlovákiából érkezett saját készítésű autójával. Benzines 3000-es, csak gáz kell nyomni neki, és megy mindene. A legtöbben évek óta visszajárnak Somogybabodra. Ha belemész, vagy átmész, akkor nagy siker van, ha nem, akkor pedig jönnek, kihúznak. Ugye az ember mindig barátokat szerez, ismerősöket, és ez nagyon jó. A Dagonya mellett a gyorsulási verseny és az 50 méteres meredek domb is, azaz a siratófal sok kihívást jelentett a versenyzőknek. A szabadság, a benzingőz, dízelgőz, egyszerűen minden. A fesztiválon a magyar indulók mellett évről évre egyre több a német, olasz és felvidéki autós is. A nézőszám is rekordot döntött idén. Nagyon vegyes az egész. Az autók szerintem minden palettája föl vannak soroltatva, hála Istennek. És azért elég bevállalósak a sofőrök. A 33. Offroad Fesztiválra idén 1300 profi és hobbi versenyző érkezett. Magyarországon megszűntek a jó offroad helyek. Szinte ilyen nagyságrendben Somogybabodon kívül nem is nagyon van verseny lehetőség. Tehát nyilván itt összpontosul Babod világa meg a terepgépészek java. Másrészt pedig egyre többen vannak a tehetősebbek közül is, akik bár összkerekes autót használnak, de vesznek még egyet, kis Suzuki-kat, használt öreg Range Rovereket, bármit, amivel meg bemennek a Dagonyába. Tehát ez így összességében szépen-szépen évente fejleszt bennünket. A fesztivál sikerességét az is jól mutatja, hogy nem csak a versenyzői létszám nő évről évre, hanem egyre több nézőt is vonzanak a futamok. Idén mintegy 8000 voltak kíváncsiak a Babori Offroad Fesztiválra. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó.
tanyákat és autókat törtek fel. Órák alatt elkapták a két fiatal bűnözőt. Támadásban az iszap és a hínár. Saját hínárvágógépet szerzett be Tolna a kellemetlen növény eltüntetésére. A jövő a tanulás tanításáé. Új elvárásokat támaszt a gazdaság a szakképzés elé. Középpontban az elfeledett tésztafélék. Ötödször rendeztek nudeltágot Kisdorogon. Hőségre, füllett időre készülhetünk csütörtökön is. Délután fátyol és mérsékelt gomoly felhőzet adhat itt-ott árnyékot. Csapadék estig nem valószínű, akkor viszont akár heves zivatar is kialakulhat. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!